rendezi magában látszó a sejtben a negyedik vágányra. Figyelem, gyorsítunk szobéhozat érkezett Istenegyem az bárban tárcó a sejt belőle a negyedik vágánya. Jöjjön már, beszélgessünk egy kicsit. Mondja, nem furcsa. Ugyan az építőipari vállalatnál dolgozunk és egy vasúti fülkében ismerkedünk meg véletlenül. Hát igen. Régóta utazik ezen a vonalon? Második hónapja. Ó, hát akkor ezért maga még olyan cingás. Ajjaj, én már 4 éve csinálom ezt. Én nagyon örülök, hogy megismerkedtem. Maga ismerős, ugye? Az attól függ. Ezt nem értem. Nekem van egy lányom és egy fiam. És lakás a testem? Az még nincs. Nem is lesz. Most hol alsz? Ismerősöneknél távoli rokon. Nálunk alszom egy reka, még nem kapatjuk útodat a szobára. Hosszú vendégség lesz. Nősemberrel, szokos álmi teste. De már engedelmet kérek. Tőlem hiába kér. Nekem nincs kiadó szobára. Megedzem, holnap, magán kapcsolat. Egy nősember beköltözik szerényen, szolidan, nem zavar senki. Aztán 2 hét múlva hozza a feleséget látogatóba. Az véletlenül ott ragad. A gyerekek is eljönnek látogatóba. Véletlenül ők is ott ragadnak. Aztán egy nap arra jön a fővédre, hogy egy embernek adta ki a szobát, és négyen vannak benne. Hát de kérem, hát szó sincs róla, hogy feljöjjön. Majd lesz. Én akkor bárkóró festő, mint bárnyak fiatal. Nem, uram. Ha a két lábát lejárja, akkor se kap szobát festeni nős ember. Hát mit csinálják? Miért csak ki a családomat? Írt, hogy nem kell csak. Szünetelte. Ezt nem értem. Nézd, elárulok egy titkot. Én most már 4. éve vidéken nős vagyok, de itt, a 60-i állomáson, mielőtt átszállok a pesti vonatra, átlényegyből kültelni. Jegygyűrű a mellésed. Tehát vidéken nős vagyok, Pesten vagyok. Ne haragudjon, én ezt nem tartom egészen egyenes dolgot. Itt szól ehhez a feleség? Mindenki izgasson ilyesmivel. Furcsa, de az asszonyok nem szeretik, ha a félig nőtlennek mondja magát. Tudja, hogy mindjárt rosszra gondolnak. Illetve jóra. Már úgy értem, hogy nekünk jóra. Mit szól a találmányomhoz? Hát azt, hogy egyszer nős, marsztor, nőtlen. Nem tudom, én ebben biztosan vele gabajodnék. Azért az éles kapasz. Nem, ez most jön Pestről, hozza az elleningázókat. Van még időnk, jöjjön, vigyünk meg egy kállító büfébe. Figyelem! Gyorsított személyvonat érkezik Budapestről a 3. vágányra. Figyelem! Gyorsított személyvonat érkezett Budapestről a 3. vágányra. A vágányra már lehet vigyázni vonat. Gyere már! Már Pestót akarok mondani neked valamit bizalmasan, de ez a tagaszkodják, még nem megy le az emberi akáról. Folyton füled! Na miért? Öregem, most már nincs mese. Az egész igazgatás úgy, ahogy van, velünk együtt véglegesen leköltözik Pásztor. Leköltözik, és aztán? Az, hogy naponta Pestről Pásztorra leugrunk, aznap vissza, ez a figura leszünk. Én már keresem Pásztorra úton az ott szobát, és neked is azt ajánlom, hogy még ma kezd a keresés, mert holnap észbe kapnak a többi pókok is, aztán pofára esik. Ja, és még valaki, hogy a legrövidebb időn belül megnősülj. Mit? Na, hogy ezt az ostobaságot. Na most jól figyelj. Megtudtam, hogy a jövő héten kezdik az építkezés. Ötemellentes vállalati kúzsó az alkalmazottak számára. 2-3 szobalos lakások, minden pénzben. Csempézett fürdőszoba, hideg meleg folyó, központi fürdő, hűtés, kvarcolás, harcolás a lakás. Barátom! 1 év múlva átadják a házat. Mit? De van egy örkenő. Kizárólag családos emberek kellnek számítani. Hát ezért mondtad, hogy meg kell nősülni. Te, nem is olyan rossz ez. Tudod, hogy van már ezt a lógós életet? Na jó öregem, de ilyen hirtelen. Arra sincs idő, hogy az ember körülnézzen udvarra jön. Az a jó, az első lány, aki megtetszik, gyerünk a városházára. Nálam nem probléma az, hogy éven belül meg kell nősülni. Hogy 2 hónapon belül meg kell nősülni. Azt mondtad, hogy év múlva lesz kész a ház. De csak feleséggel nem sok remész. Akinek gyereke van, az igen, az kap biztosan. Persze késrácolna az igazi, de ez technikai okok miatt nem megy. És még valami. Még? A legfontosabb. Ugyanis most kell jelentkezni még idejében. Megkeresed Horvátét, és bejelented lakásigényedet. Vas, Járpád, nős, egy gyermek atya. De bolond vagy, Horváti tudja, hogy nőtlen vagyok. Tudod, milyen rumli van most a beruházáson. Bediktálod Horvátének, amit mondtam, ő beírja. 1 év múlva megkapod a kulcsot, viheted a reklamét. Hát ezért ez... Biztosan lehet később is lakást kapni. Pásztor, lakásna ne idegesíts! Én már be is jelentkeztem Horvátnénál.
Pálos Tamás nős, egy gyermek atya. Nem, én ezt nem csinálom. Mi lesz, ha rájönnek? Bemondok egy asszonyt, egy gyereket, aztán egyik sincs. Na és aztán ez lesz az egyetlen eset, hogy valamit beterveztem. Aztán mégse lett. Nézd, látsz, hogy igazad van. De én ezt mégse tudom megtenni. Ha, tudtam én ezt előre. Éppen ezért cselekedtem helyetted is. Bediktáltalak. Hogy mit csináltál? Bejelentettem a lakásigényedet. Bars, Járpád nős, egy gyermek atya. Te teljesen bedilisztél? Engem azonnal töröltess a listáról. Kérlek, ha akarod, nem erőszak a disznótól. Ha lehet horvátni, akkor kihúzatlak. Na, azonnal. Azonnal, bár én a helyedben szundíznék egyet a dolog. Figyelem, személy van indul sejt, apt, pártó, nagybátony, kisterény felé a második vágányról. Gyorsított személy van indul Budapest felé az első vágányról. Értsed meg, öregem, ha nős vagy, lesz lakás. Értsd meg, öregem, ha nőtlen, lesz lakás! Figyelem, személy van az indul sejt, az pártó felé a... Gyere, nézd meg a tükörbe, jobban látod. Jó lesz a hosszam? Forog egy kicsit? Azt hiszem, így jó lesz. Jó van, ne bolondozálj meg, állj meg! Itt, mintha egy kicsit hosszabb lenne. Jaj, Balatonfenyvesen nyári táborozásra ez is jó lesz. Mi kell oda? Hasítan a becsáv fürdőruhában rohangálunk. Ha esik fel, húzzuk a tréning ruhát. Hányan lesznek? Az egész osztály. És mennyit kell még befizetni? 7000 forint. 7000? Igen, anyuci, de ha visszajövök a Balatonról, én rögtön állásba megyek és visszaadom. Igazán visszaadom. Jaj, nem kell annyira sietni, legalább a nyár legyen a tiéd. Jó volna, de most van egy remek alkalom. A suliban hallottam, hogy a vegyüzemet most már teljesen ide telepítik. Igen, én is hallottam Pestről. Igen, itt lesz az igazgatás, a fejesek, mint... Lemethetem? Lehet. Ha oda bejutnék, az volna a klassz dolog. Ezért se lehet hónapokig nyaralgatni, mert aztán kimaradok mindenből. Csak volna ott az igazgatáson valami ismerős. Ki az? Biztosan a Matyi hülyéskedik. Bocsánat! Hát, mi az? Bocsánatot kérek, csöngettem. Hát nem történt semmi, ruhát próbálta lányom. Kihez van szerencsém? Barsi Árpád vagyok. Örvendek, tessék helyet foglalni. Kérem szépen, az a Csóri lakás? Igen, az uramat keresi. Tulajdonképpen nem. Én ugyanis bútorozott szobát keresek. Nálunk, de hát mi sosem adtunk ki szobát. Nekem azt mondták a családfő Pestre eldolgozni, és ezért kevesebben vannak. Hát igen, de mi akkor is elegen vagyunk erre a lakásra. A férje minden második héten hazajön. Én viszont minden második héten Pestre utazom, úgyhogy ez nem volna akadály, kérem szépen. Ne tessék haragudni. Már harmadik napra talpolok ebben az ügyben. Nagyon nehéz. Hát tudom, az én uramnak sincs még lakása Pesten. Nézze, én megmondom magának őszintén, hogy mi most adhatnánk szobát, de aztán később szükség lesz rá, és akkor jön a vita. Hát kérem, én akár írásba is adom, hogy egy év múlva mindenképpen elköltözök innen. Akkor ugyanis felépül a vállalati házunk. Maga is itt dolgozik ennél a vegyüzemnél? Osztályvezető vagyok. Úgy, osztályvezető? Kérem szépen, ennek a szobának van kiárata az előszobára? Van. Jó kis szoba lehet, megnézhetném? Hát megnézni éppen lehet. Tessék megengedni. Kata! Tessék! Kislányom, ez a fiatal ember itt bútorozott szobát keres. Én mondtam, hogy mi sose adunk ki, de legalább, hogy megnézhesse, hát tessék! Van benne egy ágy, divány, garnitúra. Látom. Egy fiatal embernek megfelelne. Nagyon megfelelne. Azt hiszem, hogy éppen jó volna. Éppen jó. Segíts már egy kicsit. Ígérem, hogy nagyon jó viseltű lakó leszek. Anyuci, esetleg ha én átköltöznék apa ágyába? Hát de apád minden második héten hazajön. Én viszont két hetenként Pestre utazom, úgyhogy ez nem volna akadály, kérem szépen. Az ideális meleg ágyváltás lenne. Hát én nem is tudom. Hogyha csak egy évre kellene, akkor azt hiszem kiadhatjuk, hogyha az árban is megegyezünk. Mi az ára? Hát én nem is tudom. 20 000? 20 000? Legyen 25 000. Kérem. Reggelivel együtt legyen 30. Megegyeztünk. Kérem. Tessék parancsolni. Itt az első havilakbér. Köszönöm. És mikor tetszik beköltözni? Már beköltöztem. A bőröndöm az előszobában van. Ez aztán hamar ment. Ugye?
Szia anya, szia Kata! Szia Matyi! Gyere, mutatkozz be, ő az én Matyi fia. Matyás! Szervusz! Hányadikos vagy? Másodikos. Jó csapat a Freddy, mi? Te is focizol? Nem is akárhogy. Ez nagyszerű. Mondok valamit, gyere hozzá. Ez edző lesz felszerelés. És te bevennél? Be. Engem? Téged. Jobb szélsőnek. Rossz kacák vagy. Anya, mi lesz az ebéd? Hát ma nagyon szerény ebédünk lesz. Ilyenkor mindig olyat főzünk, amit a férjem nem szeret. Bableves és mákos nudli. Na, a lakásban nem fütyör részünk. Nekünk nem szabad, de kúgta már 10 perce fütyül a konyhában. Ó, Isten! Köszönöm a segítséget. Ígérem, rendes lakó leszek. Hát én még 5 egész nap a kertben magolok, akkor 3 nap szóbeli, aztán jó napot. Hogy? Nyári táborozás a Balatonnál. Ez komoly? A legkomolyabb. Hozd be a bőrödödet, majd kipakolok a szekrényből, hogy elférj. Igen. Nem lehetne lemondani azt a nyári ízét? Majd, ha bolond volnék. 3 hónapja erről beszél az egész osztály. Ágyban szeretsz aludni, vagy díványon? Nekem az mindegy. Megjegyzem, az idén nagy nyüzsgés lesz a Balatonnál. Hát nekünk megvan a helyünk. Ilyen nagy tömeget nem is lehet rendesen ellátni. Majd órákat váltok ebédre 30 fokos hőségben. Mi magunk főzünk. Azon kívül megjósolták, hogy pocsék idő lesz. Most akkor miben maradunk? 30 fokos meleg vagy pocsék idő? Ez is lesz, az is lesz, csak éppen jó idő nem lesz. Miért mondasz nekem ilyeneket? Éjjel-nappal tanulok az érettségire. Ha visszajövök, mehetek állásba. Egyetlen örömöm az, hogy lesz 4 jó hetem. El akarod venni a kedvem? Ne haragudj! Szeretném, ha itt maradnál. Ugratsz! 5 perce, hogy először láttál. De hogy láttál? Tessék, ezt is számításba venni. Még nagyon sok tanulnivalóm van. Várj, megharagudtál! Hallgass meg! Én ide bútorozott szobáért jöttem, és közben megláttalak téged. Az egyik dolognak semmi köze a másikhoz. Ajjaj, hogy tévedsz, ha tudnád, hogy tévedsz, de mennyire köze van? Én ezt egyszerűen nem értem. Nem is értheted. Egyelőre az a helyzet, hogy én beléptem ide, megláttalak. Hát ezt mondtad egy párszor. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Én rögtön láttam, hogy te egy kedves, finom lelkű, értékes... Na hát ebből elég vagy. Várj, megharagudtál? Hallgass meg, csupa ostobaságot beszélek. De ez mind csak azért van, mert ti lányok csak azt tartjátok tisztességes embernek, aki a lelketekbe szeret belé. Pedig egy lánynak nem csak lelke van, egy lánynak más is van. Jaj, de te csak azt a mást láttad. Nem, arra is gondoltam, milyen jó, hogy itt kaptam szobát. Alkalom lesz arra, hogy megismerjük egymást, beszélgessünk. Na látod, ez már értelmesebb beszél. De elutazol. 4 hét múlva ismét itt vagyok. 4 hét, most ismertelek és már is itt hagynál 4 hétre. Hallod, de te nagyon furcsán viselkedsz. Tudom. Egyelőre arra kérlek, hogy ne utazzál. Kata, nekem komoly szándékom van. Komoly? Miféle komoly szándékod? Hát feleségül akarnak venni. Hogy mi? Most már talán elhiszed, hogy komolyan beszélek. Hát ez... Kata, mondj valamit. Csak annyit, hogy mégis milyen embernek találsz. Hát te egy aktív őrült vagy. Igen, őrült vagyok, de vedd tekintetbe, hogy... Kezit csókolom, vagyis szia. Bocsánat, a barátomat keresem. Igen, jó napot kívánok. Viszontlátásra. A legrosszabbkor jöttél. Mi az, hogy a legrosszabbkor? Megkaptad a szobát? Megkaptam. Na hát akkor meg. Öregem, kopjál le! De ronda természeted van, ne taszigálj! Neked már van szobád, más nem érdekel. Ez a barátság. Ne szaválj, zavarsz, nem érted. De miben zavarlak? Láthattad, éppen beszélgettünk Katával. Már a legjobb úton voltam, amikor jössz te, és oda a hangulat. Ez a lány őrültem, meg tetszett nekem. Nem is tudom, ha van ilyen, akkor én első látásra beleszerettem. Igen, és? Mit és? Engem se a gólya költött, hajram. Engem akarsz átállítani. Beleszerettél első látásra, 2 hónapon belül elveszed, 1 év múlva meg lesz a srác, és beköltözöl a lakásba. Értem én. Nem érted, folyton csak a lakást fújod. Nem érdekel a ház, csak a lány érdekel. Jó, akkor kihúzatlak a lakáslistáról. Hogy jön ez ide? Holnap után itt lesz Horvátné. Ez a legnagyobb gondod? Nem, csak érdekel, hogy mi lesz, húzatunk, vagy nem húzatunk. Ha meggondolom, ez egész lakásügyet tőlem tudom. Én irattalak fel a listára. Én tanítottalak ki arra, hogy mit kell csinálni. És te már lakásügyben dolgozol. Nekem még szobám sincs, legalább gyere, segíts keresni. Menj a fenébe. Menjünk együtt. Tessék, fáradjon be. Na, csak tessék. A gyerekek hol vannak? Hát, mi
nincsenek itthon. Magyit elengedtem Szilárdékhoz, Kata meg valami jegyzetekért ment. Hát mit szól asszonyom, hazoztam a férjét. Hát ez igazán kedves meglepetés, tessék, üljenek le. Ó, köszönöm. Annak köszönhetem, hogy a mi vállalatunk építi a vegyőüzem lakóházát. Igen, erről már hallottam. Soltész kolléga vezeti az építkezést, aztán a vállalati autóval engem is hazahozott. Hát ez igazán szép volt magától. Kérem, hát be kell vallanom, nem egészen özvetlenül tettem. Igen, hát Soltész kollégának egy bútorozott szava kell, mivel többet lesz az építkezés miatt itt, mint Pesten. Aztán engem is magával hozott, hogy a segítségére legyek. Értem. Útközben aztán nagyszerű ötleten támadt. Hát Soltész kolléga nálunk fog lakni. Nálunk? Mondtam ugyan, hogy mi nem szoktunk szobát kérni, de hát mivel én csak két hete jövök haza, amikor viszont ő is hazamegy, miért ne? Kata átköltözik az én ágyamba, neki meg kiadjuk ezt a szobát. Na jöjjön, nézze meg a megfelelőt. Jaj, várj, ne menjetek, én már kiadtam a szobát. Mit csináltál? Hát nincs egy fél órája sem, hogy kiadtam. Kinek? Hát egy fiatal embernek. Na de fiacskamat, mi soha nem szoktunk szobát kiadni. Mi hihet? De olyan szépen kért, hát igazán én nem tehetek róla, ki gondolta ezt. Hogyan is gondoltam? És egyáltalán ki az a fiatal ember? Hát Barsi Árpád, ő is ennél a vegyüzemnél dolgozik. Ezt mondta. Előbb mindenféleképpen tájékozódni kellett volna. Nem könnyelműség csak úgy beengedni valakit a házba. De hiszen a kedves felesége nem tudhatott a mi szándékunkról. Ami pedig a fiatal embert illeti, az bízzák rám, majd én érdeklődöm. Barsi tetszett mondani? Barsi Árpád. Ha már így fordult, majd csak kapunk valahol egy szobát. Nehéz lesz most, hogy ide özönlöttek ezek a pestiek. Hát akkor én most... Na, egy tapottat sem, amíg nem hívott nálunk egy kávé. Jaj, már is főzöm. Miért nem is jöttetek egy fél órával hamarabb? Az ördög vigye, úgy bosszant ez a dolog. És éppen magával, aki Pesten szobát szerzett nekem. Majd maga is szerezik nekem. Egyébként a sajátjával hogy van megelégedve? Megfelel? Tökéletesen. Hát mi kell egy magamfajta férfinak? Nyugalom, tiszta szoba, kényelmes meghely. És az megvan? Dupla rekamé. Ó, nagyszerű. És a házi asszonyom is igen előzékeny. Hát igen, Irmuska kedves asszony. Nekem mindig kitűnő kávét főz a büfében. Nekem meg otthon. Tényleg? Hát nem én kérem, ő mondta Csórika, hát minek megy maga a presszóbát. Itt is megkaphatja azt, amiért oda megy. Ezt hogy értette? Hát a kávé. Ja. Így aztán otthon feketézünk. Megjegyzem, hogy olcsóbb is. Igazán rendes asszony, nem érdemelte meg, hogy ez a férfi olyan csúnyán bánjon vele. Milyen férfi? Hát a volt férje. Nem elég, hogy az asszony késő estig dolgozott, még örökös féltékenységgel is gyötörte, hogy hol volt, kivel volt, képzelje. Még azzal is meggyanúsított, hogy a kislánya nem tőle való. Ezt már mind elmesélte magának. Az egész élet történetét. Ilyen jóban vannak. Hát így alakult. Irmuska ugyan mondta, hogy ő nem szokott ilyen bizalmasan beszélgetni, de hát ő is egyedül van, én is. Ájjajjajj, hogy maga is. Elfelejtette, Pesten nőtlen vagyok. Ja igen, persze. Azt mondtam neki, hogy ide csak egy nagynénémhez utazok, a Róza nénihez két hetente. Róza néni. Jó! Róza néni nagyon jó! Megjegyzem azért, emiatt van egy kis lelkiismeret furdalásom. Ja, igen, az szokott lenni, de elmúlik. Örüljön, hogy ilyen jó helyet kapott. Erről mit tud a felesége? Miről? Hát Irmuskáról. Még semmi. Azt fogom mondani neki, hogy egy idősebb hölgynél kaptam szobát, akinek már nagy lánya van. Róza néninél? Nem, Róza néni itt van. Itt? Értem. És Irmuska kislány hány éves? Szeptemberben megy iskolába. Szóval már iskolás. Egy nagy lány. A lényeg az, hogy maga is legyen Irmuskához udvarias. Néha mondjon neki valami kedveset. Ehhez nem értek. Ügyetlen vagyok én a finom bókokhoz. Jaj, ki mondta, hogy finomnak kell lenni? Milyen gyönyörű a haja. Magának micsoda lábai vannak. Hát ilyesmi kell. Ha már nincs állandó otthonunk, én megszoktam. Mondja, maga tud gombot varrni? Hát, még nem került rá a sor. Azt meg kell tanulni. Az ember akkor érzi először tépő fájdalommal az asszony hiányát, amikor az első gombja is leszakad. Tessék, itt a finom kávé. Lehet, hogy nem lesz olyan jó, mint amilyet Pesten főznek azokban az espresszókban. De hát én már olyat is hallottam, hogy kispórolják, aztán otthon vendégeskednek belőle. Ilyet, hallj ezt, Csúri úr! Még, hogy otthon iszták meg a kedves vendég kávéadagját. Erre nem is gondolom. Hát én igazán restellem, hogy ilyen rendetlenül fogadtuk, de hogyha tudom, hogy ilyen kedves vendéget kapunk... Kérem, hát ilyesmiről szó sincs, sőt, meg kell mondanom, feltűnt, hogy milyen gyönyörű a haja, igazán szép. Hallja, ha most elkezd a feleségem valamelyik dicsérni, hát... Igazán, kedves magától. Jut eszembe, nekem is már van Pesten szobám. Igazán, és hol sikerült szerezned? Hát egy idősebb hölgy
vele. Igen, van egy lánya is. Egy nagy lánya. Hát ez nagyon Soltész nagy. Kolléga ismerik, különben neki köszönhetem, ő segített szerezni. Hát ez nagyon nagy megnyugvás nekem, köszönöm. Azt hiszem már indulnunk kell. Megyek. Szervusztok, vigyázzatok magatokra. Jövő pénteken itt van. Ez egy csókoló. Szia anya, ki volt itt autóval? Apa meg egy kollégája. Képzeld, apa kollégája is lakást keres. Mi lenne, hogyha megkérdeznénk ettől a fiatalembertől, nem adná át a szobáját? Nem. És hogyha mondjuk máshol keresnék meg? Akkor sem. Hát megkérdezni éppen lehetne. A kollégája olyan rendes ember. Ez is rendes ember. Hát honnan tudod, ismered? Egy óra is így, hogy ismered apa kollégáját. Ez egy komoly ember, építésvezető. Hát ez még komolyabb osztályvezető. Hát nem baj. Én mégis megpróbálnám, azt hiszem beszélek vele. Ne beszélj vele, anya, ilyet nem lehet csinálni. Miért? Kérdezni csak szabad. Nem szabad. Ha egyszer kiadtuk, egy óra múlva nem mondhatjuk, hogy menjen tovább. Alakbért elveszik, mit képzel róluk. Jó, nem kell ilyen tűzbe jönni. Hát, ha csak egy fél órával is korábban jönne. Mondd, milyen a hajam? Hogy micsoda? Azt kérdeztem, hogy milyen a hajam. Milyen? Olyan, mint máskor. Nem mindegy. Mindegy. A trigonometria minden olyan feladatnál nélkülözhetetlen. Na, bocsánatot kérek. Zavar? Nem zavar, de ugyanis tanulok. Most itt matematikát. Ó, kedvenc tárgyam volt. Én nem mondhatom ugyanezt, a matek gyenge oldalam. Ez nem lehet komoly. Kolérusz a nagy matematikus. Azt mondja, matematika nagyon magas fokú, kizárólag gyakorlat dolga. És még azt is mondja, Kolérusz... Ne haragudj, de engem most nem az érdekel, hogy Kolérusz mit mond, hanem hogy én mit mondok hétfőn, ha kérdeznek. Legtöbbször gyakorlati példát adnak. Például jegyes csak. Egy ifjú két fizetésének feléből élelmiszert vesz. 15 részét lakbérre adja, 10 részét elkölti, és még marad 8000 forint. Mennyi a fizetése? Illetve mégis marad 8000 forint, mert az ifjú férje 8000-ből 5000-et odaad ifjú feleségének, itt rajongásig szeret, és 3000-et is csak azért tart meg, hogy színházba, moziba vihesse hitvesét, kit forróni már, és hogy virágot vehessen neki névnap, születésnap, házassági évforduló, Mikulás, Pünkösd, megismerkedésük évfordulója, első csókjuk évfordulója alkalmából, és még más évfordulókra, melyek most hirtelennyiben nem jutnak eszembe. Hadd tanulni. Ugye nem mondod azt a nyári távorozást? Nem mondok le semmit. A többiek biztosan megértik. Előfordul, hogy közben jön valami. Haláleset, házasság. Nem lehet kívánni senkitől, hogy nyári táborozásra menjen, amikor férhez is mehet. Ki mondta, hogy férhez akarok menni? Kata, nem akarsz. Tanulni akarok. Hétfőn szóbeli. Mikor leszek készen? Ha nem segítek? Soha. De én nem vagyok olyan ember. A mi sorsunk most már közös. Jóban, rosszban együtt. Először is, hadd mondjam el, hogyan képzelem el a nyarat. Jó, essünk túl rajta. Mondjad. Hát, ó, Pitagorász! Nem. Essünk csak túl rajta. A nyárról beszélj. Pitagorász tétele szerint... A nyárról beszélj, az idei nyárról. Ne kislányom, hagyd az idei nyarat. Ha Barsi úr volt olyan rendes, hogy tanul veled, akkor te hagyd az idei nyarat és odafigyelj. Hogy te, milyen egy céltoló vagy? Mi? Mert Pitagorászt említettem. És közben én maradtam a pázban, te pedig még jóságos segítő angyalkan merjben így. De csak veled. Kata, csak annyit mondj meg, mikor végzel az érettségivel. Csütörtökön. Akkor vasárnap esküszik. Megőrültél? Hogy képzeled? Még sötét ruhában. Te mindegy, hogy mit veszel fel, mert mindenben édes leszel. Most már hagyd abba. Veled nem lehet értelmesen beszélni. Bár mondjuk én is gondoltam már arra, hogy egyszer eljön az igazi. Egy férfi, aki igazán tetszik neked. Úgy képzelted el, hogy akkor majd sokat lesztek együtt. Egy szép napon ráébredtek, hogy szeretitek egymást, és ha úgy találod, hogy rendes ember, akkor hozzákötöd az életedet. Így van? Így. Nem így van, egész másképp van. Mert milyen a lány az udvarlási idő alatt? Kedves, bájos, nevetős, csinos, szerény. És most mondd meg te, milyen a fiú az udvarlás alatt? Okos, mulatságos, szépeket mond, lesi a lány kívánságát, gavallé. De milyen gavallé?
Hozzá jegyeket színházba, moziba, bőkezően fizet szórakozó hely. Egy szép napon összeházasodnak. Egy kis idő múltával elkezdődik egy furcsa dolog. Kiderül, hogy a lány nem mindig nevetős. A fiú udvariassága lassan elmarad. A leányka nem is olyan szerény. A fiú már nem mond szépeket, nem is mulatságos. Nem bizony, és úristen, hová tűnt a fiú gavalériája? Hiszen ez egy smucik fráter. Mi az? Mind a ketten alkoskodtak? Csaltak? Nem. Csak hát az udvarlási idő alatt mindkét fél a vasárnapi látszát mutatta. Lehető akarnak én téged megkívülni. Vagyis meg akarod spórolni a gavallér időszakot? Egyből a smucigsággal akarod kezdeni? Hát rémokos dolog. Csak azt nem értem, hogyan jutottál el odáig, hogy azt mond, el akarsz venni feleségül. Egyszerűen nem értem. Miért akarsz engem feleségül venni? Mert tetszel nekem, de veszettül. Jó, rendben van, elhiszem. Sőt, engem azt se lett meg, hogy így lerohansz. Manapság a fiúk nem sokat neked óriáznak. De miért kell engem azért feleségül venni? Miért nem jössz utánam a Balatonra? Ott elvihetsz táncolni. Egy-két pohár ital, aztán amit szokták, béred vitorláson a holdfényben, kiviszel a tó közepébe. Nincs vizéletesség igazolványom. Hagyjuk az egészet, múlik az idő, és nekem tanulnom kell. Én még ilyen értetlen teremtést az életben nem láttam. Nem akarok hónapokig udvarolni, nem akarok utána menni a Balatonra, és nem viszlek ki béred vitorláson a tó közepére. Nem foglak holdfényben leítatni, hanem józanul, napsütésbe akarom megfogni a kezed. Hogy gyere, éljünk együtt! Hát nem, ezt vedd ki a fejedből. Tanultam, 4 hét múlva állásba megyek, dolgozni fogok, és nem verem a földhöz magam az örömtől, hogy fényhez mellek. Nem, az osztályból 24-en érettségizünk, elveheted bármelyiket józanul és napsütésben. Keres magadnak valaki mást! Nem keresek mást, mert megláttalak és beléidestem nyaki. Nem értettem után, szeretlek! Mit csinálsz? Jaj! És nekem még szobám sincs.